1988 óta szervezi meg a Magyar Vöröskereszt a Véradók napját, ahol megköszönik a sokszoros önkéntes véradók segítségét. Az EGRI területi szervezet 80 donort vált az idei ünnepségre. A véradók köszöntéséről szól ez a mai délutánunk, és némi kis szerény ajándékokkal szeretnénk megköszönni a 10-estől teljesen a 250-es véradókig a véradásukat, és hogy segítenek az életmentésben. Kosik Mária területi vezető hozzátette, idén nagyon jól sikerült a diákvérakció, és sikeresek voltak a kiszállásos véradások is. Ebben az évben több mint 16 ezer véradót vártak, a 48. hétig több mint 14 ezeren adtak vért. Juhász István 253-szor tartotta karját a tű alá, s bár jövőre betölti a 65. évet, továbbra is szeretne valamilyen formában másokon segíteni. Úgy fogalmazott, szerinte a véradás a világon a legdemokratikusabb dolog. Én nem tudom, hogy milyen színű ember kapja azt a vért. Nem tudom, hogy milyen vallású. Nem tudom, hogy jobb vagy baloldali. Nem tudom, hogy férfi vagy nő. Semmit nem tudok róla, csak azt, hogy erre szüksége van. Tehát azért mondom, hogy ez a én megítélésem szerető demokratikusabb dolgot nehezen lehetne találni. December 7-én hétfőn a TV Eger épületében várják a véradókat, az EGRI bevásárlóközpontban pedig december 17-től 23-áig, naponta 11 órától este 6 óráig szerveznek adventi véradást.